Üdvözlök mindenkit, Nekrokrém vagyok, Jön Recon Breakpoint, amit jól csinál. A bagokat! a társad a megmentését, nem? Nem lehet ledobni a haldokló a szikláról. Próbáltuk. A kocsiba való betuszkolást, hogy elszállítsd a társadat a következő kórházig. Általános téli mókázás. Hegymászást, ahogy a valóságban jó magam is csinálám. Hogy aztán kiderüljön, hogy van egy még magasabb hegy? Hogyan üssük el a társunkat egy terepjáróval? hogyan mászunk hegyet egy Simpson motorral. Lezuon hatatlan helikopterek. És végül, de nem utolsó sorban, a drónra szállás. Ezen szórakozás nyújtó á, dolgok várnak rád a Ghost Recon Wildlands-ben, hogyha egyszer kiátszottad a játékot. Ugyanis már a bétában látszik, hogy hova akarja vinni a játékot, a Ubisoft milyen irányba. Sok lesz. A tartalom sok lesz, a történet nagy lesz, sok küldetés lesz, és még több kis apró mellék küldetés, ahol a bétában, illetve az alfában is lehetett szavazni, hogy tetszik-e, vagy nem. De valamiért a bétában csak a nem tetszik gombra lehetett rányomni. Nem baj, legalább majd megelőltetik magukat egy kicsikét. Nos, mit lehet még elmondani erről a játékról? Mint ahogy mondtam, a Béta tisztán mutatja, hogy mit akarnak nekünk eladni ebben a játékban. Egy valamit nem mutat meg a Béta, a történetet nagy vonalakban vagy, vagy hogy így belekóstoljunk, hogy mi igazán történik meg, történik a történetben, ami, ami rendben is van, mert a bétában elérhető küldetések ugye sokat nem derítenek fel e, erről az egészről, az alapkoncepciót már tudjuk, és örülök, hogy nem lövi le a történetnek a, a poénját, az egésznek a velejét. Reméljük lesz benne egy-két jó fordulat. De mindezek mellett, amit a Ghost Recon Breakpoint ajánl már most, azt hiszem, hogy a történet, és ezt ritkán mondom egy játékban, a története maga a játéknak csak egy plusz bónusz lesz. Ghost Recon Breakpoint egy, egy nagyon jó keveredése a, a Wildlands-nek, illetve mondhatni, hogy a division a lútolásával, és azon is upgrade egy nagyon-nagyon jót végre értelme van a Ghost Recon-ben, illetve egy looter shooter játékban, és már inkább annak lehetne mondani ezt a, ezt a breakpointot, értelme van a lútnak, értelme van annak, hogy utána menj annak a fegyvernek, annak a kiegészítőnek, és, Upgradeeld azt a fegyvert, hogy upgradeeld ezt a fegyvert, hogy lecseréld a ruháidat, mert minden cucc, amit legalábbis eddig a bétában van, minden cucc, amit kapsz, valamivel jobb, és valamivel több, mint az, a, amit jelenleg viselsz. És ez nagyon korrekt, ez motivál arra, hogy menj, és keresd meg a jobb, jobbnál jobb fegyvert. Ugyanez igaz az armorra is. Tehát az armorod fegyvered összesen kiad egy gear és armor találsz jobbat, jobbat, minél jobbat, persze előfordulhat, mert az armor egyben egy skin is, ugye? De előfordulhat, hogy neked nem tetszik az a skin, ami ami jelenleg rajtad van, tehát az armor az rajtad van, de viszont a statjai nagyon jók, szeretnéd megtartani, de neked jobban tetszik az a nadrág. Semmi pánik, erre is van opció, hogy megtartsd az armort, de felhúz magadra egy olyan skint, ami neked tetszik. Szóval nagyon korrekt, amit el akarnak nekünk adni jelen pillanatban. A Ghost Recon-ben a lövés az teljesen olyan, mint a Wildlands-ben, nagyon jutalmazó, jó érzés. A taktika, amiket alkalmazni lehet, az teljes mértékben olyannak érzem, mint a Wildlands. Um, semmi nagyon extra, az enemik nem halnak nehezebben, gyorsabban, stb. van egy-két páncélozott enemi. Az extra, hogy most már vannak a féle drónok is, ilyen tankok formájában például, az, az csak rápakol egy kis nehézséget ad, minibosz harcnak megfelel több jutalommal járnak. Az egész gameplay innen nézve korrektül van kitalálva. Ezt megfűszerezték ugye ezzel a loot rendszerrel, hogy most hogy minél jobb gírt fogsz tudni szerezni, tehát érdemes menned, érdemes megkeresned, mert lehet, hogy azon a helyen, azon a küldetésen, ahol vagy, valami legendary kapsz, ami jobbá tesz, elősegít, és a többi. Érdemes menni, nem csak az, hogy találsz egy újabb fegyvert, ami pontosan ugyanolyan, mint a másik, nem, találsz egy újabb fegyvert, még hogyha ugyanazt a fegyvert is találod, de az erősebb változatát találhatod meg. És még nem beszéltem önökről, hogy fegyverskinek, fegyverszínezések és a többi, ami majd várható lesz a teljes játékban. Az igazság az, hogyha, hogy is mondjam, rajongója vagy ennek a Ghost Recon sorozatnak, és játszottál az előző játékok vagy játszottál a Wildlands-el, és akkor szeretted meg ezt a sorozatot, vagy nagyon tetszett a Wildlands, ez az első olyan játék hosszú évek után, amire azt merem mondani, hogy érdemes előrendelni, hogyha tetszett a béta, mert már a bétából látszik, hogy mit, a, mit fogsz kapni a, a pénzedért. És azt hiszem, hogy ez ö, tök korrekt anyagmennyiség, illetve játékmennyiség, illetve ö, korrektül összerakott játék, most nem a bugokra, meg a glitchekre gondolok, hanem korrektül összerakott játék, korrekt lootrendszer, korrekt single player kompány, korrekt uh, multiplayer, um, multiplayer lesz, korrekt uh, in-game menü, ja igen, és még akartam beszélni arról, hogy az az elem, amit beleraktak, amitől mondják azt, hogy ez a túlélésről fog szólni, és te leszel az üldözött vad, és téged fognak küldeni és, és idővel természetesen egyre erősebb leszel, ahogy egyre jobb cuccokat egyre erősebb leszel, viszont a túlélési elem, amit beleraktak, az is zseniálisan van megcsinálva abból a szempontból, hogy a játék nem erőlteti rád, hogy neked mindenképp túl kell élned, innod kell, enned kell, és a többi. A játék nem erőlteti rád, de finoman uh, elétolja azt, hogy jobban jársz, hogyha iszol, eszel, és gondolsz a túlélésedre, kraftolsz, és a többi uh, blueprinteket találsz, lekraftolod, és a többi. Nem erőlteti, tehát meg végig tudod vinni a játékot anélkül, hogy, hogy egy Tetves healing kitet leformol, le, legyártanál magadnak, vagy nem nincs szükséged arra, hogy elmenj és farmolj azért, hogy összerakj magadnak egy új gért, vagy valami. A játék elét hozza és nem, mú, nem, is erőlteti rád, hogy muszáj megcsinálnod ahhoz, hogy túléld ezt és azt a küldetést. De finoman céloz, finoman egy kicsit erősebbek lesznek az zenemik, erősebbnek érzed őket, amikor kicsit jobban le vagy sérülve, vagy fáradt a karaktered, nem volt nem evett, de nem zavaróan, hogy ne tudj végigmenni a, a küldetéseken konkrétan. És ez nagyon-nagyon ideális, mert egy kraftolási rendszert csináltak, amit a különböző checkpontokon tudsz kraftolni magadnak, élelmet, gyógyszer, gyógyszert, víz, stb. mindenféle ilyesmit meg tudsz csinálni, taktikádat előtte ott készíteni, fegyvereidet, boostokat tudsz adni magadnak, hogyha eszel, iszol, stb. ilyen olyan boostokat fogsz kapni, szóval nagyobb akciókra akár elő is készülhetsz ott, de ha elfelejted, vagy nincs kedved ezzel macerázni, ez az egész szarsága, semmi baj, mert a játék nem fog túl büntetően bánni veled. Érezni fogod, hogy nagyobbat lőnek, de ha ügyes játékos vagy, akkor nem lesz belőle a gondod. Szóval. Mi kell ahhoz, hogy egy jó játékot legyártsunk? Ugye ezt sokszor mondják a játékkészítők, találj egy olyan elemet, amit hogyha megismételnek, a játékosok folyamatosan ismételnek, szórakoztatónak találják. A Ghost Recon Breakpointban a lövés, a küldetések ismétlődnőek, odamész, lelövött, felszabadít a bázist, megcsináltad a küldetést, de ez jó, jól ki van találva, és, és nem unalmas folyamatosan oda menni lelőni az enemiket és a többi korrekt, mert sok oldalról közelítheted meg az akciót, vagy bemész, ráráshoz, vagy távolról sniperezel, vagy sunyogsz végig, és azt ölöd meg, akit muszáj. Opciókat ad, és az opciókat váltogathatod. Tehát egy jó pont, amiért a Ghost Recon Breakpoint rendben van játék. A következő a loot rendszer, amit kitaláltak, hogy, hogy folyamatosan amit kapsz, jobb, ezért meg fogja érni lútolni, meg fogja érni elmenni, megkeresni azokat a fegyverdarabokat, azokat az új fegyvereket, mert nem tudhatod lehet, hogy egy jobbat fogsz kapni, mert eddig legalábbis mindig jobbat kaptam, mint amin volt. A, következő ez a, a survival rendszer, amit beleraktak, és, és, nem erőlteti rád a játék, hanem finoman. Tudtod rajta, hogy jó, hogyha van, de nem muszáj csinálod kategória. Három olyan elemet raktak össze a Breakpointban, ami, ami kevés ilyen looter-shooter um, világban van benne. Um, azt hiszem, hogy sokat fejlődtek az előző játék óta ezen a téren, de mégsem szakadtak el attól a jól bevált receptől, amit a Wildlands-el sikerült megütniük. Ez már a bétán látszik hogy egy korrekt játék nem lesz bugmentes, lesz benne sok bug, lesz benne sok glitch. Azt hiszem helyből fel is feleztünk egy glitchet, ahol hogyha megeszel a, a, hogy is mondjam, a checkpointnál megeszel egy kaját, akkor ad uh, damage ellenállás 20%-ot, de ez, ez úgy nézett ki, hogy... Um, ez, ez glitchelt valószínűleg, mert az életem olyan szinten megnövekedett, hogy a tőlem 20 szinten nagyobb enemik tank nem bírt lelőni konkrétan. Mm. Um, szóval lesznek benne, lesznek benne, a multiplayerre isetérek lesznek benne. Viszont ismerve, hogy a Jubit mostanában a wildlands et is, ahogy támogatták éveken keresztül, ugye úgy fogják ezt a játékot is, és valahogy, valahogy nyugodt szívvel uh, vásárolom meg ezt a játékot, mert egy nagyon egy jó single player kampányt fogok kapni, jó pár órányi játékkal, amit még élvezni is fogok. És ez és ez azért sokat számít, hogy őszinte legyek. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, uh, remélem tetszett. Nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!